Sziasztok! Készítem a mai ebédemet az egészséges életmód jegyében. A tepsi aljára tettem ilyen pangasius filét, három szeletet. Meglocsoltam egy pici olívaolajjal, tettem rá kaprot. Ez a fagyasztóba volt nekem, és tettem rá ilyen trikolor kaliforniai paprika kockát, fagyasztottat. Jó sokat, ezt nagyon szeretem, és rávágtam kettő darab ilyen kis pici koktélparadicsomot. Ja, itt vannak, ez már benne van. Egy fél édes burgonyát meghámoztam és fölkarikáztam. És akkor volt egy kis darab maradék metélőhagymám. Ezt rászórom. És akkor, ami még jön rá, megint csak a mélyhűtőből, kelbimbó, fagyasztott, kap egy kis fűszerkeveréket, csak meg kell találnom. Itt van, adok neki ilyen provenci fűszerkeveréket, mert sót nem ehetek, sajnos, ezért teszek rá ennyi féle zöldséget, illetve zöld fűszereket használok, azért tettem rá a kaprot is. Meg a hagyma is jó ízt ad neki, a paprika darabkák azok meg főleg. Jó. És akkor még egy pici olívaolaj jön a tetejére. És akkor ezt előmelegített sütőbe, már melegszik is a sütő, meg fogom párolni. Hát egy 20 perc elég lesz neki ilyen 180 fokon. Úgyhogy, és valószínű, hogy kölest fogok hozzá köretnek tálalni. Úgyhogy beteszem a sütőbe, a végeredményt mutatom. Elkészítem a kölest, teszek egy kis olajat az edény aljával, ráteszem a kölest, és ugyanúgy, mint a rizst, megfuttatom az olajon. Jó, kevergetni kellene, igen, és háromszoros mennyiségű vizet kell ráadni, háromszoros. És három.
Jó. És akkor tényleg, ha sózzátok, ha valaki el akarná készíteni. Én, mint mondtam, sót nem ehetek, ezért zöld fűszereket teszek rá ízesítésnek. És akkor takarék lángon. Tulajdonképpen én ezt ugyanúgy főzöm, mint a rizst, ugyanúgy párolom. Annyi a különbség, hogy nem 1,8 vagy kétszeres mennyiségű a víz, hanem háromszorosa a kölesnek. Úgyhogy ezt megpároljuk, és kész is. Elkészült a zöldséges halacska, ami együtt sült, és elkészült a kuszkusz is. Abba is tettem ilyen kaliforniai paprika kockákat, szeretem benne, úgyhogy kiszedek magamnak egy adagot most ebédre. Na, hát kiszedtem az ebédemet, annak ellenére, hogy ez egészséges, szerintem kimondottan jól is fogok vele lakni, hát ugye a kuszkuszt laktal, de hát magában ezzel is jól laknék szinte. Teli van zöldséggel, és alatta van a pangasius halacska. Úgyhogy ez lesz ma, hétfőn az ebédem, illetve a vacsorám is. Úgyhogy jó étvágyat nekem!